itt egy ügy, ami egészen zavaros, és nem is hiszem, hogy az Orbán kormány valahogy is belekeveredett már ennél zavarosabban, vagy belefog, az még lehetséges. Ez pedig az a bizonyos Faron ügy lenne. Összefoglalnám, hogy hol is tart most a kormányzati kommunikáció ebben az ügyben. Tehát ugye ez az arab üzletember, azt mondja, Orbán szomszédja, nem Orbán szomszédja, ő a körözött bűnöző, nem ő a körözött bűnöző, ő egy CIA csali, de valójában a kormányfő által megvédett professzor, aki nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot, járt Magyarországon, nem járt Magyarországon, adott be vízumkéremet, nem adott be vízumkéremet, több vízumkéremet is beadott. Szerintetek ezek után, vagy ezek mellett, valójában miről szól ez a történet? Hát, ha én kezdhetem, kicsit hosszú leszek, és megkérlek, hogy hallgassatok végig egy... Nem fogunk. Rendben. De. Akkor... Hát, ha hosszú lesz, nem fogunk. Nem lesz hosszú. Hát, nem akarok Bianco ígéreteket tenni. Tőled rövidebb lesz, az biztos. Hajrá Imre. Hajrá Imre. Hát, tehát ez az egész ügy, kicsit úgy most ugye a Fidel Castro halála kapcsán. Ugye az amerikaiak 60-as években, jól tudom, 8-10 alkalommal el akarták tenni lábalól Castrót. Aztán a diktátor szerepek így felmerülnek. Mindig olyan emberek körébe tesznek be olyan embereket a CIA, akikkel lehet valamit üzletelgetni. Tehát szerintem inkább a kormányzati propagandának hiszek, hogy ez egy CIA-s dolog. Ez nem CIA, tehát hogy ez egy körözött bűnöző, és ráadásul a dzsihádot támogatja. Pénzzel, szakértelemmel. Tehát, hogy ez az ügy, ez jól leplezi le az illiberális fordulatot, meg a keleti nyitás politikáját. Hogy valójában mit jelentett, és kiket jelentett ez a keleti nyitás, kik felé nyitott a hatalom, mondjuk úgy, már még 2 évvel ezelőtt is ezzel a keleti nyitással. 2 évvel ezelőtt ez a sztori még egy védhető sztori lett volna. Az lett volna mondva, hogy ezek a nagyszerű illiberális testvéreink a keleti nyitás jegyében, akik nem ezek a soros ügynökök, meg nem ezek a gyanús nyugati CIA és washingtoni figurák, akik tudjuk jól, hogy hogyan szövik meg a Magyarországot ellehetetlenítő hálózataikat. Ezzel szemben most, ez most már egy sokkal nehezebben védhető sztori. Mert ha a migráns nyomulás, a migráns hullám az elsöpörte ezt az érvelést. 2 éve még ez úgy hangzott volna, hogy a kelet kapuján, mert Magyarország 2 évvel ezelőtt még a kelet kapuja volt, most már a nyugat bástyája, de 2 éve, emlékezzünk, még a kelet kapuja volt, még a büszke keleti nyitásnak a kapuja volt. 2 éve még ez úgy hangzott volna, hogy a kelet kapuján megérkezett Faron. Köszöntjük az illiberalizmus nevében. Most ez meg már úgy hangzik, hogy a nyugat bástyáján átjutott Faron. Hát ez így már kellemetlenebbül hangzik. Ez így már sokkal kínosabb. Az András véleményével értenék egyet, és oké, ez az okfejtés is, csak az amerikai Egyesült Államok 30 éven keresztül nem tudta elkapni ezt az embert. Vagy 40. Bin Laden azért levadázták. Tehát, hogyha valamit akarok, akkor csak eléri ez a nagyhatalom, gondolom én. És ezért nem bújkál. Jó, viszont nem árt nem üzletelni vele. Tehát nem, a feladat nem elfogni, hát ez, a feladat nem szövetkezni vele. Ezért ugye mondom, értjük, hiszen dzsihadista. Ezért van CIA mögötte szerintem, mert ugye megvannak azok a lehetőségek, menekülési pontok, és akkor így tud... Nem, hát hogyha valami nem fér a világképedbe, akkor egy Conteóval feloldod. Na, hát már megint a Conteó. Ne menjünk el ebbe, igen, a Conteó világképbe. Faron CIA is, Robi, és én beszélek Conteókról. Ő nem dzsihadista, ő olyan, mint egy fegyverkereskedő. Ő annak ad el, annak bankol, akinek kell, akitől a legtöbb hasznát várja. Hát épp az ugye kiderült, hogy az amerikaiaknak adott el olajat, és az amerikaiaknak is tesz szívességet, ha kell, mert neki van egy olyan bankja, amit a nemzetközi jog nem felügyel. Tehát ha az amerikaiak akarnák, akkor lehetetlenné tennék az Orbán kormányt is, de milyen érdekes, hogy nem jelenik meg Amerikába cikk, hogy az Orbán kormány milyen szörnyű, mert dzsihadistáknak ad menedéket egy ország kormánya, már rég megjelenhetett volna Amerikában ez, de nem jelenik meg, mert nem akarják. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a műsorra való készülés fáradtságos, de boldog pillanatai közben megkérdeztem a oknyomozó kollégákat néhányat, hogy ugyanezt a kérdést tettem fel nekik, hogy ki ez a ember, és nagyon röviden válaszolták, azt mondták, hogy Faron professzor kezeli egy igen-igen fontos magyar politikus pénzét.
Szóval az az érdekes ebben a beszélgetésben is, de a egész magyar sajtóban, meg nyilvánosságban a hónapok óta, hogy amikor ez a Fáron előjön, akkor elkezdünk Amerikáról beszélni. Lehet erről is különben, de azért itt vagyok Magyarországon, és engem az a kérdés foglalkoztat, hogy Magyarország miniszterelnöke és az ő családja miért bizniszel egy ilyen alakkal. És mi lehet az az ok, amiért ez az alak egyébként számára fontossá tud válni. Ha úgy van, ahogy az Orbán mondja, hogy egy CIA játszma részes ez a jó ember, akkor ezek szerint tudta. Tehát egy CIA játszmában részvevő jó emberrel én nem bizniszelek, nem engedem a fejemet. Egy üzleti ajánlatra két dolgot lehet mondani. Egyik az, hogy igen, a másik pedig, hogy nem. Veled nem üzletelek, drága testvér. Utána már csak egy kérdés a fontos a mi számunkra, hogy vajon milyen fantáziát látott meg ebben az emberben az Orbán család, a miniszterelnök, a külügyminisztériummal, a titkosszolgálatokkal a háttérben. Sose fogom teszek arra, hogy ez Amerika ebben az ügyben mit csinál. Mi lehet ebben a biznisz? Részben az, amit az András mondott, hogy mondjuk a család által ellopott és felhalmozott vagyont azért a nyugat-európai pénzintézetekben, vagy ebben az euróatlanti körben sokkal nehezebb eldugni. Tehát az első nagyon fontos dolog, hogy azért az arab bankokban, meg ebben a kapcsolati hálóban el lehet dugni az innen kiszedett pénzt, és ez garantáltan biztonságban van. Ez az egyik dolog. Jóval nagyobbak az alkotmányos költségek, sokkal többet lehet kaszálni, és ezek az emberek nagyon-nagyon ügyesen és hihetetlen tehetséggel tudnak beépülni minden olyan hatalomba és annak környezetében, akik észreveszik a korrupció szagát. Na erről kéne azért döntően beszélni, a többi is nagyon fontos, de számunkra szerintem ez a legfontosabb. És ez az okossághoz kellenek a szolgálatok, Sanyi. Feri? Hogy már tehát megint egy ilyen dologba így belekapaszkodtak, és a Robi... A szóhasználat az nagyon helyes volt, tehát amit mondott, az tőlem nagyon távolálló, de az, hogy így apostrofált, hogy sztori. Tehát ez egy sztori, ez megint egy sztori, és akkor így el lehet kapni, és akkor erről dumálunk. Közben tényleg fogalmunk sincs egyikünknek se itt a jelenlévők közül, az operatőr uraknak se, meg úgy nagyjából az újságíróknak, talán még tőlünk is kevésbé, arról, hogy ez hogy volt, mint volt, stb. De az látod, hogy legalább egy értékközösség azért biztos van, például a kormány meg a Fáron féle üzletemberek között. Ez egy top bűnöző, egy körözött top bűnöző, és Magyarország vezetői ezzel a körözött top bűnözővel üzleteltek. Ez probléma. Tehát ezt lássuk, hogy ez egy probléma. És azt mutatja, hogy mit jelent az illiberalizmus, hogy mit jelent a keleti nyitás, hogy kikkel való üzletelés jelent a keleti nyitás. Ez a jelenség. Ha ez a fétis, akkor lásd a jelenség. Nem mondom, hogy ezt így összerakad. Hogy honnan tájékozódjunk. Hát én kérdezem az urakat, hogy honnan tájékozódjunk. De te azt mondtad, hát hogy nem, dolgok, te azt mondtad, hogy nem hát jó a Google az nem egy forrás, a Google az egy kereső. Így van. Az egy kereső. Na de hát az maga a kereső, ahogy talál dolgokat, az már forrásnak számít, hogy honnan tájékozódsz. Tényleg, te mit te honnan vagy polihisztor? Neki nem kell, hát benne van. Ja, te magadtól mi válaszoltok? Miért nem ő válaszol már? Honnan tájékozódsz? Pont ez az, hogy én nem mernék olyan dolgokat mondani a számmal. Honnan tájékozom? Hát ezt mondom, hogy olyan dolgokat nem mernék mondani, amik itt elhangzottak. Én ugyanis ilyen dolgokban, amik itt elhangzottak, nem vagyok tájékozott. Tehát én ezeket nem merném kimondani. Én mindent elolvastam a témával kapcsolatban, amit találtam. Nyilván én is csak az interneten tudtam, nincsenek közös ismerőseim. Milyen az úriemberrel. És nem találtam bizonyítékot hasonlatos dolgokra, amiket itt ti kijelentő módban elmondtam. Mi lenne, ha maradnánk a tényeknél? Ez a fáraó gyerek bejárta Európa országait, sok helyen volt. Amerika nem csapott le. Igen. Ebben az ügyben nem ez a tény. Az a tény, az egy közismert tény, hogy bűnöző. Ez tény, mindenki nem tudja. Mondtam, nem az a kérdés, hogy az amerikaiak miért nem fogják el, drága jövő. Nem ez a kérdés, ez legyen az ő problémájuk. Ez az ő problémájuk. Én magyar állampolgár vagyok, és nekem egy miniszterelnököm van. Teszek én Trumpra és Hillary-re ebből az összefüggésben. Ennek a kormánynak van szolgálata, titkos szolgálata, külügyminisztériuma, igen, és a többi. Próbálj te bemenni a Szijjártóhoz, bemenni a Szijjártóhoz, és tegyél neki egy ajánlatot, és a Szijjártó mikor fog téged kézen fogva elvinni az Exim Bankba? Én tettem már neked ajánlatot, de visszatérve, mi lenne? Mit mondtak? Mit mondtak az ajánlatot? Hogy kevés.
Hogy egy nulla hiányzik a végéről. Én az ajánlatra lennék először. Akkor én is tettem nekik ajánlatot. Azt szeretném mondani, hát a különböző szolgálatok is, mondom, a magyar titkosszolgálatok is, foglalkoztatnak olyan embereket, akik nem patyolattiszták. Ezt kéne megérteni. És ezt itt akármilyen okoskodunk, soha a büdös életben nem tudjuk, maximum 50 vagy 100 év. De nem üzletelnek a miniszterelnökkel, öcsém. De ezt a mindenkit lebűnözőzünk sztorikát. Mindenkit nem bűnözőzünk, téged sem. Nem csak aki a top bűnözőknek a listájában, csak azokat.